amit látjuk rá, Tyski kezdi a majd a mérkőzést, ő nyerte a búradobást, ugye ő kezdi meg az első a bemelegítő nyilakat. Nemrég az egyik mérkőzésen a bemelegítő nyilak 9 bemelegítő alatt Ratajski dobott egy 9 nyilat. Egyébként óriási nagy European Tour for verseny volt. És tehát az ötödik leg és a tizedik leg után el fogunk menni szünetre. Ugye 10 nyert legig megy a játék most már, ugye 4 mérkőzésünk van, tehát... Úgyhogy és ez a... Itt akár 19 leget is lehet játszani. Igen. Úgyhogy... Tehát itt érdemes bekészíteni a... Mit? Sör. Jó. Ja. Okay. Ropi. Neked meg a kóla ott van át. Köszönöm. Na... A csoport meccsek során Rataskinak egy picit magasabb volt az 8 ponttal, igen. Hát ez az, ami legkevésbé sem számít. Most már egy meccs. Legjobb 16-ban vannak. Ratajski a kezdés joga. És... Pedig nem is rosszul kezd. 139-el. Gyorsan megnézem a... fogadóirodák mit mondtak a mérkőzésre. Ott is bedobja az elsőt. Az hol van? Benne. Most vált le. 127. Tehát azt mondja, hogy Josh Rockra 157-es szorzó volt, és 225-ös pedig Ratajskira. Tehát a fogadóirodági Josh Rock győzelmére adnak nagyobb esélyt. Hopp, egy szektorhiba. 81. Jó, az első. Benne van a második is érzésem szerint. Benne bizony 120... Nem, fölötte volt. Fölötte volt, akkor csak 85. Most nem közelített rá, így abból azért arra lehetett következtetni, hogy akkor csak mi látjuk rossz, vagy én látom rosszul. Én is úgy láttam. 58, 219-re Ratajski. Kiszállóra mehet, ráadásul egy jó körrel, még akár egy értelmezhető kiszállóra is. Mondjuk azért kellene a tripla, ott meg is jön. 99. 120, az egy szektort jelent majd. Hozhatja a kezdését. Josh Rock most dobja az első. 180! Lemegy ezzel 55 pontra. Ez most nagy előny. De Ratajskinak jöhet egy Shanghai. Kell egy tripla. Még mindig kell a tripla. Már ez nem eddig. És nem lesz kiszáll. Nem, 60 pontot dobott, 60 pontja marad 55-re Josh Rock. Megvan a 15 és a dupla 20. Az el is dobja. 14 nyilas leg hátsó pályán, azonnal egy break leg. Százas kezdés. Ugye Ratajski be is állítja ezzel a legjobb szereplését a Grand Slam of Darts-on, ugye még 2018-ban eljutott a legjobb 16-ig. 140 közben. És Josh Rock is ugyanígy a ugye tavaly is a legjobb 16-ig jutott, úgyhogy mind a kettőjük most, hogy egymás ellen játszanak, valamelyikük a legjobb szereplést fogja tudni nyújtani eddig életében a Grand Slam of Darts-on. 97-tel 264-re megy le. Fél 57-es. Százas, 164, ugye az már kiszálló. Természetesen most is van kint posztunk a Sport1 TV Facebook oldalán, úgyhogy várjuk a hozzászólásokat. A lehetőségünk van, természetesen meg fogjuk válaszolni. Ugye
tavaly november 17-én dobta Josh Rock a 9 nyilast, méghozzá Michael van Gerven ellen, pont a legjobb 16 között egyébként. Közben mondták, hogy... 87-e maradt, azt mondták? Így van. 70 pontja marad. 148-ra. Kellett volna a tripla, de nem jön. A másodikra sem jön. 58-at dob, ez 90. Net hagy magának. Na nézzük az egyenlítést hátsó pályán. A tripla megvan, és a dupla... Még mindig a dupla. 8. És nem dobja be. 62 a dobás. 90-re. Itt is kell a tripla. Még mindig kell a tripla. Az megvan. Dupla 5. Pauldja! 18 nyilas leg. Remek a kis megkapta. Igen, hát 100%-os. Az első 9 nyil az, ami az első két legben nem volt olyan erős Josh Rocknak. 122. Jó kezdés Ratajskitól. Pá. 96. Nagyon jó, két tripla, 180! Ez most nagyon erős játék, saját kezdésből. Százas válasz megint. Évkinak. 59-el 140-e marad. Most nagyon jól játsza Ratajski a saját kezdést. Sima 20-as kell, és akkor 40-e marad. 100-zal 40-re kerekít. Gyönyörű szép! 177, 36-ra kerekít vele. Ratajski ott a teher, hogy meg kell oldani ezt a kiszállót, mert 3-0 lehet. Nem tudja megoldani! 5 kísérletből eddig 0 kiszállózás. 36-ra. Dupla 18. Sosrot. Megoldja. 13 nyílt. És most már... Úgy... 100,2-es, tehát az pontosan kereken 5 körös nyílátlaga van Josh Rocknak egyébként, hogy 89 fölött van az első 9 nyila. Mondjuk ezzel 94 fölé helyezi magát. Nagyon erős játék. Még Ratajski egyébként 109-es első 9 nyila rendelkezik. Érdekes. Nagyon, de eddig a kiszállózásának köszönhetően, ami 100%, Josh Rock és rengeteg Ratajski hibának kiszállónak köszönhetően. Jelen pillanatban Josh Rock nagyon-nagyon jól áll a mérkőzésen. 100-as. És elkezdtek most picit alá, meg picit fölé menni a nyilak Ratajskinak. Mondjuk azt azért tudni kell róla, hogy soha nem fogja föladni a lengyel, valami hihetetlen harcos. És most, ami több időben nem volt meg Josh Rocknak, az a türelem. Ha most türelmesen játsza, akkor nagyon nagy esélye lehet arra, hogy megnyerje ezt a meccset, ezt a mérkőzést. Most figyel a tempójára is, látszik, hogy nem nagyon kapkod, gyönyörűen 40-re kerekít, meg itt lehet 13 nyilas leg. És azért egy 14, egy 18 és egy 13 nyilas lege volt eddig, azért az nagyon erős játék. 140, megjön egyébként Ratajski is 68-ra, és a dupla 20, megint bedobja. 4-ből 4, 4-ből 4 kiszálló. 103,66-os átlag. 100%-os kiszállózással, és ugye eddig
180! Nagyon jó kezdés. Ugye eddig csak minden leget brékel, tehát az a 4-0 is köszönhető. De mondjuk egy 5-0-al menne el szünetre. Jó sok negyedik. Az ötödik. És a hatodik alatta, vagy fölötte, mert leváltott 19-esre. Oh. 98. Tripla benne. 102-nél jár. Hoppá. Gondolkozik, hogy mire kéne dobni. Búrra mondjuk. De tripla 19-et válasz. Gyönyörű játék. 45 pontja van három kör után. Josh Rocknak 180 kell a kiszállóhoz. 121-el 201-re megy le. Meg is oldja, 12 nyilas leg. Na hát akkor így állunk a szünet, igen. Nem, 5-1. 4-1, bocsánat. Úgyhogy így is azért tekintélyes Josh Rock erőnye, és... Ő is fog kezdeni, így elmegyünk van. Pici szünetre, nem sokára folytatjuk. Jelen pillanatban itt a kép, amit látunk is. Így állunk, az lesz majd az utolsó meccsünk. Úgyhogy... Ez jó, mert semmit nem hallunk ebből. In every tournament, I haven't come in to lose. I feel I'm getting back to where I used to be. But everyone's forgot I wasn't very well, probably 14-16 months ago, and that's really what knocked me off my perch. I was number 3 in the world at the time, and I was playing pretty good darts, and that's why everything went a bit wrong. I've got a lot of pedaling to do now to catch back up. But yeah, I feel like I'm getting near to where I was. There's only little bits that need to change, and it's right. Chris Dobie up this evening. Is he someone who's impressed you in 2023? Hát itt a korábbiakról, ha jól értette, bocsánat, ha jól értette, akkor a korábbiakról is kerestem a hangot, beszélt, hogy az eddigi év az milyen volt, voltak jobbak és voltak kevésbé jobb időszakok. Chris Dobie ellen pedig hát bizakodik, és egy olyan szokásos Krisé, jó játékosról beszélünk, nem lesz könnyű ellene majd játszani. Meglátjuk, hogy mi a... Itt hoz ez a találkozó. Itt egyelőre viszont Josh Rock. 60-as kezdés, igen. Oho! Hoppá! 140. Megint tripla. Az tripla ötös lett, igen. Zsana csak közben meg annyira fülhangosítottam az angol szöveget a fülemre, hogy most meg azzal kell szenved, hogy lekapcsoljam. Igen, az nagyon jó, két tripla, 140. Rami, majdnem 20 pont van az első 9 nyílba egyébként Ratajski javára. Megint ott a két tripla. Vaj, 180! 180! A harmadik 180 a lengyelnek. Most megint Rock is dobja a magáét. Jön az. 137-tel. 69-re, 86-ra Ratajski. Meg itt lehet 12 nyilas, vagy 13 is akár. Megdobja most a tripla 18-at, a dupla 16-ot is bedobja, 4-2. 11 nyíl. A 12 nyilas után dobott egy 11 nyilast, 106,88-as átlagon. És ez vissza tudott brékelni egyet, Ratajski. Nem fönt sem lent sem jön a tripla, 57 a kezdés, most megint úgy állhat bele Josh Rock, hogy akár azonnal támadhat egy újabb brékért, 140, jól is teszi, Ratajskinak meg azonnal kezdeni kell vele valamit.
96. Megint jön a tripla Josh Rocktól, a második is. 140 megint, micsoda hátsó pályás játék. Azonnal vissza akarja venni azt a bréket. Ó, micsoda játékot játszanak, de jó nézni ezt, meg kipattan a triplából. És itt csak 80-at ér a kör. Ha. 42, nem tud lemenni kiszállóra, ezt a nagy előnyt most eldobhatja magától, hogyha jön egy jó sorozat Ratajskitól. Ez se túl jó, 169 ráadásul, úgyhogy ezt nem is nagyon értettem. Igen, hát megint ez a, úgy hívják, hogy Ratajski. Ez most komolyan, ezt annyiszor megcsinálja, hogy hihetetlen. Már ott van 40. De értem, de most ahelyett, most megint kap egy bréket, azért... Ezt nem számol. Mert nem számol, hát miért nem lehet odafigyelni rá, most tényleg egy ilyen színvonalú játékosnak. Lehet szerencséje, hogyha nem dobja be, nem dobja igen, be. Nem, most Rocknak elmentek a kiszálló. De akkor is, hát... 4-3 ért. Egy nyila lesz majd. Dupla 20. És nem dobja be! Dupla 5, Josh Rock. Még mindig a dupla 5. Megoldja. 5-2. És ugye már azonnal vissza is tudott brékelni Rock. Ú, de nagyon összeszedte magát most. 100-as. Simoki lecsúszik az ötösbe. 44, benne is maradt Ratajskiba az előző. Josh Rock meg nagyon összeszedett most annak ellenére, hogy most itt volt egy kis megcsúszás a duplába, és kellett, hogy újra a Ratajski hibája a dupla 20-ra, hogy újra rá tudjon dobni a kiszállóra. De nem kapkod, nincs az a nagyon nagy begyorsulása. Szépen tartja, türelmesen játszik. Úgy, mint egy igazi érett játékos, aztán még csak milyen fiatal. 97-es. Nyolc, 164-re Josh Rock. 2001-es születésű, április 13-án született. 22 éves csak Josh Rock. Szemtelenül fiatal. Miért? Hát nem. Mi is voltunk 22 évesek. 137-tel 122-re. Ú, de szép, 16, és a dupla 20. Ó, 64 a dobás. A 102-ről nézzük, ez most pontos lenne ez a break, vagy 122-ről, bocsánat. Kell az 54 mindenféleképp. És akkor a bull a felszeti be, de nem. Dobja be 86, még mindig 54 vagy bull. Ötvenhattal 66 a maradék. Dupla 10. Még mindig a dupla 10. Bedobja! 6-2. Jött egy biztatás még a dupla 10 előtt, és jó jött neki pont. Nagyon jó ezzel, 140, azt hittem megint 180 lesz. Ugye 480 volt ezen a meccsen eddig, 3-1-re a Ratajski vezet. 137. Két sima 20-as levált.
59. Egyre magabiztosabb lesz Josh Rock, hogyha ezt így folytatja. 134. 100,22-es átlagon Josh Rock, és 99,45-os átlagon pedig Ratajski. Ó, 123. Hoppá. 60. (139-en le kerek itt 40-re, 170-re. Az milyen lenne most? Igen. De nincs meg, vagy nem lesz meg. Szépíthet a Tajszki 6-3-ra. Ez nem kell más csinálni, csak a dupla 20-at. Be is dobja. Megdobja. 13 nyilas leg lehet, azért megint. Tehát eddig Ratajski dobott 11, 12 és 13 nyilas leget, ez a három leg, amit nyert. Tehát óriási játék. 134 megint Rocktól. Ugye 170-es kiszálló volt már, amit Ratajski dobott. Ezt ne felejtsük el, még a csoport küzdelmek során. 100-as. Fú, de jó játszik Rock. 100-as. Ugye 9 nyilasunk is volt már Ryan Searle-től, ami győztes érkőzést ért. Szélsőségeket játszotta, hiszen ő az egyetlen, aki úgy kapott ki a csoportmérkőzés során Gavin Price-tól, hogy nem tudott leget nyerni. Az egyetlen egy ilyen 5-0-ás meccs volt az egész csoportmeccsek során, aztán két napra rá megdobott egy 9 nyilast, amivel meg megnyerte, és tovább is jutott így aztán. Nézd meg, a Bo Greaves-et nézd meg inkább, mert azt érdemes az ő meccseit lent az utolsó csoportba. Mert az egy nagyon érdekes, hogy hogy kap, hogy esett ki. 19-es. 93-mal megint nincsen kiszálló, nem foglalkozik vele, csak megy, dobja. Igen, tehát pluszban volt ugye a legaránya, csak két veresége volt, 5-4-el. Így van. Démon 7-es 5-4-re verte őt, és Aspinall is, és egyébként meg Pietreckót legyőzte 5-1-re. Így van. 60, és megint ugye nem figyelt rá, Tajszki az előbb 173-ra hagyta magát. Hát, 7-3-ra vezet, nosorok, ugye 10-ig megyünk, megint elmegyünk egy picike-picike szünetre, aztán nem sokára folytatjuk. Aki most a legnagyobbat lépte előre egyébként, az Bunting, 21. helyre ment előre, plusz 3 helyet javított. Second time in your career, just sum up how different this version of Chris Dobie is compared to the one that reached the quarterfinals in 2016. Kétszer volt, ő már a legjobb 16 között a Grand Slam of Darts-on. Got a lot more experience than I did és, back then. And, yeah, I'm hoping. És ez a harmadik olyan major idén, ami a negyed döntőt játszik, tehát a nem, bocsánat, a negyed, a harmadik olyan tehát három olyan major tornája volt, ahol elment a negyed döntői, úgyhogy ez lehet a negyedik, és ez hopefully hit them doubles before he does. Hát nyilván reméli, hogy thank you very much. Cheers. Meg is lesz ez. Ehhez nem kell más csinálni, mint James Wade-et legyőzni a következő mérkőzésen. Azért ez nem lesz könnyű nálad, ott vannak a, gondolom, a két játékos egymás elleni statisztikái, illetve statisztikája. De hát ezzel majd foglalkozunk akkor, amikor ők jönnek. Most egyelőre Rock 7-3-ra vezet, Ratajski kezdi ezt az etapot. Hoppá, két triplával indít, 140. Rockot se kell félteni. Ó, de szép! 180!
váltás lent. Mind a kettőbe megy. Szép játék onnan, 134. Negyedik. Az bent van. Az ötödik alá mesik. De még egy 140-et össze lehet kaparni, és össze is kaparja Josh Rock. 181. Hátsó pályán. Gratászkinak most egy jó kör kell a kiszállóhoz. És kellene azért egy tripla minimum. De nem jön a tripla! Viszont kiszállóra lemegy, de legalább annyit elértünk, hogy 17-esre dobott, hogy kiszállóra tud menni ellenben Josh Rocktól. Vissza tripla 20-ra. Oh. 105-tel 76 a maradék. 170, ugye Ratajskinak volt már 170-e. Most nem lesz. Nem lesz sajnos. Láthattunk volna egy big fish-t. 54 kell. Gyönyörű játék, 36-ja marad, csak rá fog-e tudni dobni. 76-ra Josh Rock. Oh, 8. Ennyi. 11 gyilas leg hátsó pályáról. Hát csak még egy break. Ratajski ellen, mert amikor legeket nyert, akkor ő is ilyen. Mennyi? 11, 12, 13, 14? Így van. Pontosan azt csinálta. Egy 12, egy 11 nyilas és egy 13 nyilas leg. Ugye Josh Rocknak ez volt a mérkőzésen a legjobb lege. Bekezd 42-re. Az a és ami most érdekes volt egyébként, tessék szíves lenni megtudni egy picit, hogy most gyorsult a játéka. Az előző legben lassabb, tehát kicsivel lassabban dobott, most egy kicsit rágyorsított, próbálja pörgetni. 180. Nagyon jó. Ez az, amire nagyon oda kell figyelnie, hogy ne kapkodjon. Most és most nem kapkod. Most jó a tempó. 180 ez így. Tudod, a két tempó között milyen különbség volt? A 42 meg a 180 között? Ez a negyedik nyilat. Hát, de kár érte. Hogy tartjuk fent így a lengyel barátságot? 134. Ez se rossz azért, 187, de nem kiszálló. Legkezd, a 19-re ment rá, nem jön a tripla fönt sem, egy van belőle. 90. 180 maradt. Nincs kiszállón, tehát egyik sem. Hát Ratajski előbb lehet kiszálló hátsó pályán, tehát azonnal vissza tudna brékelni. 107-nél jár, ó, de szép, 50 pontja marad. 180-ra csak kerekíteni fog tudni. 140 kéne most még két tripla, ebből nem lesz duplára kerekítés. Csak 60-at dob. De ez se rossz, mert ugye egy szektor kell dobni, nézzük az 50-et. A 18 rendben van, és a dupla 16-ra van két nyíl, még egyet rá kell szánnia, és be is dobja. Csak, ez hihetetlen. Tehát azért mondom, hogy hihetetlen most, mert ez is 12 nyilas volt. Tehát eddig négy leget úgy nyert, hogy 12 nyilas átlaga van a győztes legeibe Ratajskinak, ami a győztes legekben 125 fölötti átlag. 140. Na, most elhagyják a triplák Rockot, nem? 17 jön. Igen. Most brutális tömeget dob Ratajski. Nagyon összerakta magát most. 99. De jó, hogy visszalassítja magát ilyenre Josh Rock. 140. Ratajski. Remélem most nem számolja el magát. Nagyon fontos most már a számolás ebben, amikor ennyire. Igen, még mindig jó tripla 18. Most figyelt. 19-esre kéne kezdeni a Josh Rocknak, de nem foglalkozik vele. Bull. Sem jött. És így oda. 189-e marad. Ratajski megy megint kiszállóra, nagy valószínűséggel előbb. Tehát a saját kezdése, tehát most előnyösebb ugye a kezdésből adódóan Ratajskinak. 96, 110 a maradék. Nézzük Josh Rockot, hogy most mit fog csinálni. 19-esre vált, ott jön egy tripla. 96 tőle is. 110-re Ratajski. Ugye 100 pluszos kiszálló nem volt még a meccsen. Tripla 18. 72-nél jár tripla 12. Az bedobja, marad a 36. 74 volt a dobás egyébként. 93. 74, dupla 19. Megvan, dupla 16, vagy 18, bocsánat, közben bedobta. Gyönyörű! Illetni!
Most ha élettem volna a spotter, akkor nekem én se arra, bemondásom szerint nekem se arra jött volna, pedig ez egy nagyon nagy kiszálló volt, 15 nyíl hátsó pályán, és egy legre a győzelemtől, és hogy kezd ebben a legben? 177! Tartjuk a hagyományokat, és mondjuk egy 9 nyilassal megnyeri a meccset? Várjuk ki. 60! Nem. De a második nyíl már benne a triplába. 140! Micsoda játék előről! 102,18 százados átlagon Josh Rock. És ami eddig hiányzott tőle, a 100 fölötti átlag a Grand Slam of Darts-on, most már az is jön, és még az is nagyon valószínűsíthetően egy győztes meccset is Jézus hoz neki. Elképesztő. Ó, milyen játék! 168-16-ra! 10 nyilas lehet! És nézzek, jön Ratajski is! 140-re, 161-re megy le. Na nézzük a dupla 8-at, 10 nyíra. Egyedik, de ezek meccsnyilak is egyben. Rá kell állni. De oda néz, meg is nézte, hogy hová áll, hogy nehogy beljebb álljon. Ó, és oda fölött dobta, milyen pici. Na, 161. A meccsben maradásért. Nem lesz 161. 19-es, 18-as. Az jó. 93. Újabb három meccs nyíl. Dupla 8. Még mindig? Támadjuk meg. Dupla 4. Nem dobja be! Ratajski nálott a lehetőség. 68-al. Most hagyja el a kiszállózás a Josh Rockot. Megvan a tripla. Dupla 4. Na neki jön-e? Jön! 9-5. Ó, ez hogy fogja földön? Jól, jól. Eddig jó, de nézzük meg, hogy ez mit mutat majd játékot. Hát milyen játékot? 10 nyilassal rádobott, és kapott hátsó pályáról egy 14 nyilas. Most jön egy tripla Ratajskitól. Meg még egy tripla. És 140. Úgy, de mérges miatta. Hát ez elhanyagolható játék a 110-es első 9 nyillal a két játékos. Óriási meccs. Reméljük, ilyen lesz az egész esténk. Egyébként azon gondolkoztam, hogy nem vagyok telhetetlen, de estem a kék 9 nyilas legyen. Jó? Megegyeztünk? Jó. 90. 90. Na, most elhagyja a szerencséje rokkot. Nem, ezt most el kell engedni. Vissza is esett 100-as átlag alá. Josh Rock a kiszálló hibáknak köszönhetően, meg most itt a gyenge sorozatoknak. 97-tel 174. et kéne megoldani a Ratajskinak. Tripla 19 jön. Ugye 134-jel meg lett volna 40-re kerekítés. Tripla 20. El is engedte ezt, látszik. Josh Rock 78-ra lett Ratajski. 20-as és a dupla 20. És a dupla 20. És nem dobja be. De még biztos van rá lehetősége. 2-13, ugye nem? Na most már ez koncentrált dobás lesz, mert nem sokára kezdenie kell. 99-114, újra dupla 20-ra Josh Rock. Josh Rock, Ratajski. Dupla 10. Dupla 5. Ő csinálja ugyanazt. Besokal! Hát igen, mondjuk nyilván így. És 114. Még mindig 94, kell a tripla. Tripla 18, megvan, és a dupla 20. Nem dobja be. A hatodik nyilát rontja el, a hatodik meccs nyilát. Josh Rock. Megint a dupla 10. Dupla 5. És nem dobja be, és akkor... Hát...
Oh. 70. meccs, Nyila. 70. 7. 70. Hihetetlen. Hihetetlen. Kupla 5. Bedobja. Hát, örülne. Vége, ez nehéz szülés volt, de Josh Rock megoldja. Nagyon és meg tovább. Ratajski pedig búcsúzik. 97,44 százados lett az átlag a Ratajskinak, 98,48. Itt a végén szeesett. Egyszerűen az embernek egy kicsit ilyen nehéz nézni, mert Ratajski 2-3 olyan leget adott Josh Rocknak, amiben a számolásnak köszönhetően adott plusz egy kört a fiatal Rocknak, úgyhogy átlagban nincs nagy különbség, de azért az... Szállózásban nagyon sokan, ugye itt esett vissza. Na mindegy, hát nem sokára látjuk ennek a mérkőzésnek majd a párját, nyugodtan mondhatjuk, mert ugye majd Josh Rocknak a következő mérkőzés győztesével kell majd megmérettetni. Vagy Dobby lesz, vagy James Wade. James Wade.